Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek, akik hallgattok és néztek bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. Majd különleges vendégünk van, mindjárt bemutatom, csak előbb csak még néhány gondolat. Itt Debrecenben éppen egy csoda történik, és csak szeretnénk üdvözölni benneteket, Edit, Éva, Feri és a többiek, hogy most indul egy debreceni szolgálat, már voltunk lent, és olyan annyira különleges dolog, ami ott történik, hogy emberek egymástól függetlenül kerestek meg bennünket, hogy szeretnének tanítást kapni, és hogy ez megtörtént, és már több mint 10 vannak, azt hiszem 14 debreceni emberrel tudtunk találkozni. Dicsőség Istennek, is folyik ott egy munka, kezdődik, és imádkozzatok ezért, mert biztos, hogy meg lesz támadva, és csak szeretnénk, hogyha ott lenne egy gyülekezetünk. Oké, és most egy olyan ember fog beszélni, aki jó barátom, Pásztor Szűk Bendegúz, lelki pásztor, az egyik előjáró a Magyarországi Biblia Szól keresztény gyülekezetben, és együtt szolgálunk a Visszavalósághoz munkacsoportban, egy természettudományokkal foglalkozik, és egy hihetetlen evangélista. És én nagyon örülök, hogy ismerhetem, és hogy hallgathatom a tanításait, ő az egyik tanárom itt a Közép-Európai Teológiai Akadémián, egy igazán bölcs ember, tele meggyőződésekkel. Úgyhogy mindjárt tőle fogunk hallani, csak előbb mit szólnátok, ha imádkoznánk egyet. Az jó gondolat. Oké. Drága Úrunk, köszönjük, hogy munkálkodsz az életünkben. És köszönjük, hogy ez sokszor annyira nyilvánvaló. Köszönjük, hogy munkálkodsz mások életében is. A városokban, országokban, szerte a világon. Kihívsz embereket a világból. Tanítványokká teszed őket. És aztán tovább küldöd őket, hogy ők is tegyenek tanítványokká másokat. És ez így megy már 2000 éve. Milyen csodálatos terv. Köszönjük, hogy a részei lehetünk ennek. Hogy a barátaidnak mondasz bennünket, a munkatársaidnak. Köszönjük a te kegyelmedet, és szólsz hozzánk, hogy szeretsz bennünket, hogy tanítasz. És áldj meg minket, az életünket, ezt az alkalmat. Pásztor Bendét, ahogy prédikál. És van egy nagy várakozásunk. Köszönjük, Jézus. És áldj meg mindenkit, aki hallgatja és nézi az eredményes élettalálkozókat, a debrecenieket, ott kint Szentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szentegyházán, mindenhol, Uram. Köszönjük. Te szent nevedben, Jézus. Amen. Pásztor Bende következik. Ez így megfelel. Oké, jó reggelt mindenkinek. Örülök, hogy látlak titeket, meg örülök, hogy látok. Úgyhogy ez is nagyszerű dolog. Itt Debrecenről esett szó, én egyébként debreceni vagyok. Ott születtem. Oda jártam iskolába. 18 éves koromig Debrecenben éltem. Az Ady Endre gimnáziumba jártam. És ott, hogy én ott értem meg 14 éves koromban egyébként Debrecenben.
a Pastor Brian Lange jött le akkor 91-ben, és aztán volt ott egy gyülekezetünk, sokáig az Agrártudományi Egyetemen volt egy gyülekezet. Aztán volt ott a Kossuth utcában egy ifjúsági művelési központ, nem is tudom mi volt a neve, de hát nagyon szeretem Debrecent, nyilván ott volt az egész gyerekkorom, úgyhogy nagyon izgatott vagyok efelől, hogy megint lehet ott esetleg valamilyen gyülekezetünk, vagy valami. Ma reggel 2 királyok 5-ből szeretnék beszélni, ami Naamán története, és lehet, hogy itt sokan jól ismerik ezt a történetet, de ez a fejezet rengeteg dolgot tartalmaz, rengeteg olyan nagyszerű gondolat van benne, amelyen nagyon sokat lehet gondolkodni, ráadásul úgy gondolom, hogy teljes egészében a mi életünkről is szól. Úgyhogy én is imádkoznék egy fél percet, és aztán kezdjük el olvasni. 27 vers, nem fogjuk így végigolvasni, hanem szépen lassan megyünk vele, és gondolkodunk rajta versről versre. Drága Jézus, köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk mindenkor a te igédből. Uram, köszönjük azt, hogy nem hagytál minket magunkra, hanem belénk költöztél, és eleveníts meg minket ma reggel, kérünk téged, a te szellemed által, a kávé nem volt elég, de kérünk Jézus, hogy a te szellemed és igéd által eleveníts meg minket, te drága szent nevedben. Amen. Oké, szóval itt 2 királyok 5, és a első vers, és Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát, és az a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt. Oké. Van egy emberünk, aki hősies, ő a nagy hadvezér, és nagyon nagyra tartják, a király is nagyon nagyra tartja. Feltételezhetően volt egy igen jó önképe, nem? Úgy értem, ő szabadította meg Szíriát, hatalmas hős volt, mindenki felnézett rá. Naamán, elment valahol, elment a Tescóba vásárolni, akkor mindenki megállt, meghajolt. És ő nem a gazdaságos verziót vásárolta valószínűleg. De azt mondja, hogy bélpoklos volt. És ez olyan érdekes ez a dolog, mert itt vagyok, felnéznek rám az emberek, lehet, hogy nagyon jól megy az élet, de mégis van ott valami. És valószínűleg ez nem volt egyszerű az ő életében, nem? Mindenki felnézett rá, és aztán kiderül, hogy van egy, ugye leprás, van egy olyan betegsége, ami miatt igazából mindenkinek el kell őt kerülnie. Van egy olyan betegsége, ami miatt lehet, hogy mindenki lenézi. És nyilván ez egy nagyon nagy próba lehetett az ő lelkében, hogy azután, hogy én egy hős vagyok, azután, hogy mindenki felnéz rám, hogy megszabadítottam Szíriát, benne leszek az összes történelemkönyvben, ezután az emberek engem elkerülnek, mert valami történt velem. És aztán következő vers, és itt ez már a megoldásról szól. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Szamáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Ugye nagyon érdekes ez a dolog.
Van egy kislány, akit elraboltak, úgy, mint a törökök a magyar gyerekeket. A szíriabeliek elvitték Izraelbe. És itt van az első érdekes dolog, hogy lehet, hogy ez már a második. Csak nem tudok ma reggel számolni. Egy-kettő. Második dolog, hogy előfordulhat, hogy történik veled valami rossz. Oké, itt van ez a kislány, és ezt a kislányt elviszik a szüleitől, elviszik az ő országából, és szolga lesz. Ugye ez egy rendkívüli dolog, hogy az élet egészen más irányba megy, mint gondolná. Ugye egy tragédia történik vele, az, hogy elviszik őt. És ki tudja, hogy milyen lélekkel élhetett volna. De igazából ott volt, és ha már ott volt, akkor neki volt egy nagyszerű ötlete. És az, hogy elvitték ezek a csapatok, ez része volt annak, hogy itt egy hatalmas dolog történt. És ugyanez van az életünkben is. Előfordulhat az, hogy történik valami sokkoló dolog, történik valami rendkívüli dolog, de utóbb kiderülhet, hogy ennek igenis volt egy iszonyatosan nagy értelme az életünkben. Lehet, hogy még nem látjuk előre, és ugye itt történnek a dolgok az életünkben, hogy nem szoktuk előre látni. Isten nagyon ritkán mondja meg nekünk előre a dolgokat. Általában csak történnek. Van, hogy felkészít rá, van, hogy jössz Isten tiszteletre, és hetekig csak ugyanazt hallod. Mindig más az üzenet, de neked valahogy mindig ugyanazt mondja. És úgy érzed, hogy valamire készülsz. És Isten van, hogy felkészít valamire. És aztán megtörténik, és hála Istennek, amikor így felkészít rá. De ez gyakran megtörténik, hogy valami olyan dolog jön az életünkbe, amit nem szeretünk, valami olyan dolog jön az életünkbe, amiért nem vagyunk odáig, de mégis Istennek van ebben egy nagyobb terve, egy még nagyobb terve. És aztán, amikor ott vagy egy ilyen helyzetben, akkor kérdés az, hogy mit csinálsz. Ott duzzogsz, Isten mit csinált már velem, elvittek engem innen. Vagy pedig használod azt, amit van. Ugye Dániel 10 éves korában került Babilonba, és lehetett volna ott egy duzzogó 10 éves a PlayStation-ével, de nem vitte magával. Nem. Ugye, mi az, ami történt? Ott volt, ő is fogságban, és soha többet nem tért vissza. Soha többet nem tért vissza a szülőföldjére, de csinált egy nagyon nagy dolgot. És ez pedig az, hogy nem duzzogásban járt, nem ellenkezett a dolgokkal, hanem ő járt abban az igazságban, amit tanult, és Istennel járt minden helyzetben, és amikor ott volt fogságban, Isten használta őt hihetetlen módon Babilóniában, aztán Perzsiában is. Két birodalomban hihetetlen módon használta Isten őt. Miért? Azért, mert lehet, hogy jött egy rossz dolog az életébe, és elment fogságba, de ott nem kezdett el negatívoskodni, nem ment inkább a kocsmába a helyet, hogy Istennel járt volna, hanem megerősítette magát az Úrban, és Isten tudta őt hihetetlen módon használni, és birodalmakat változtatott meg ő általa. És birodalmakban jelentette ki Isten az ő nevét, amiatt, mert Dániel ott nem duzzogott, hanem Istennel járt. És ugyanígy itt van ez a kislány, és ennyit látunk, hogy azt mondja, hogy ő az, aki elmondja, hogy van egy próféta Izraelben. Hogyha ott lenne Naamán, akkor biztos, hogy meg tudnád gyógyítani. És lehet, hogy csak egy ennyi küldetésed van valahol, hogy elmondjál egy nagyon egyszerű dolgot. Ugye, csak annyit, hogy jöjj és láss. Az én életem megváltozott, lehet, hogy valakivel beszélsz, és csak ennyit kell mondanod neked. Figyelj, az én életem megváltozott. Gyere el és nézd meg.
gyere el és nézd meg. Néha azt hiszük, hogy nagyon bonyolult dolgokra van szüksége az embereknek, de néha csak ennyire van szüksége, hogy figyelj, gyere el és nézd meg. Úgy értem, hogyha ennek az embernek tényleg szüksége van megoldásra, hogyha tényleg beteg és tudja, és nyilván Naamán, aki nagyon felemelt ember volt, hát eléggé tudatában volt ennek a dolognak, hogy törik a karrierje a betegség miatt. És volt itt egy lehetőség, és azt látjuk, negyedik vers, és Naamán beméne és elbeszéli az ő urának, mondván, így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és im levelet küldök az Izrael királyának. Elméne azért, és fő magával 10 tálentum ezüstöt, és 6000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát. És elvivé a levelet az Izrael királyának ezt írván, mikor a levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyíts meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak ott okot keres ellenem. Oké. Ugye protokoll, meg magas körök. Majd én írok levelet, és akkor majd mi elintézzük, majd mi királyuk, elintézzük mi ezt a dolgot. Csak az a szituáció, hogy Isten országában nem így működnek a dolgok. Nekem volt szerencsém, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy bőven mentem így az egyházunk, a gyülekezetünk kapcsán különböző helyekre, ahol ilyen protokollális volt a dolog, így kedvesen mosolyogtam végig, aztán úgy maradtam 2 napig. Ugye? De egy idő után már úgy voltam, hogy mi értelme van ennek az egésznek igazából? Isten országa nem ezen a szinten folyik. És néha gondolkodhatunk így, hogy jaj, hogyha nem tudom én, kicsoda a magas körökben lévő ember, hogyha ő mellénk áll, meg hogyha ő hívővé lenne, aha. Isten országa nem így működik, és el kell mondjam nektek, hogy Istent abszolút nem érdeklik ezek a dolgok. Jó? Szíria királya a levelet küldt Izrael királyának. Itt van gyógyítsd meg. Mit csináljak vele? Az a baj, hogy Izrael királya nem Istennel jár. Lehet, hogy eszébe se jut, hogy létezik egy Eluzeus nevezetű proféta a országban, amelyen tudott róla, csak valószínűleg nem voltak olyan nagy puszipajtások. Úgyhogy nem Istennel gondolkodnak, nem Isten tervében vannak ott sokszor ezek az emberek, és nincs szükségünk ezekre a protokolláris dolgokra. Isten országa nem ebben áll. Isten országa nem abban áll, hogy politikailag korrekt legyek. Isten országa nem arról szól, hogy nagyon érdekes ez a dolog. Hogy hívják ezt az orvos? Carson. Milyen Carson? A Áldott kezek című filmben is ott van, és a Ben Carson, Dr. Ben Carson, agysebész. Idén Amerikában van egy ilyen, hogy nemzeti ima reggeli, azt hiszem ez a neve, és ott vannak a vezető politikusok, az elnök, mások, és meghívnak minden évben egy embert, aki ott beszél. És elszúrták idén, mert idén ugye egy nagyszerű újjászületett hívőt, ezt a Dr. Ben Carsont hívták el, hogy ő beszéljen. És hát lefagyott a mosoly az emberek arcáról. Tessék? A protokoll mosoly. Igen, mert őt nem érdekelte ez az egész ügy. És nagyon nyíltan beszélt. Úgy értem, ott van,
sugározzák a tévék mindenfele, ez itt a nemzeti egyik ilyen nagy nap, és ő meg ott kihál, és miről fog szerintetek beszélni? Nyilván Isten gondolatairól fog beszélni. És persze beszélt a hitről is, nem ez volt a fő dolog, hanem beszélt Isten szemszögéből a nemzet kérdéseiről, jelentős kérdéseiről. És az egyik dolog, amit mondott, az az, hogy nagyon nem érdekli ez a politikai korrektség. Amiatt, mert a politikai korrektség ügye, tehát az, hogy kedvesen, inkább nem említünk témákat, stb., csak így ott maradjon mindenkinek a kedves mosoly. Ugye? Azt mondja, hogy ez elveszi az igazságot az életünkből nagyon sokszor. Elveszi az igazságot a nemzetünkből, azért, mert nincsenek kimondva dolgok megfelelőképpen, nincsenek kezelve dolgok megfelelőképpen. Ha figyeljük, akkor Isten nem szokta ezt így kezelni, ezeket a dolgokat. Egyik oldalról a proféták sem kezelték így. De menjünk ide vissza, itt a körútunkról. Ugye megszaggatta a ruháit, és azt mondta, hogy én ugyan nem tudlak meggyógyítani. Nyilván volt egy ilyen gondolat, hogy jó, én a királya beszélek, majd ő megparancsolja annak, akinek kell. Okay, de tényleg nem így működnek a dolgok. Mi Isten előtt vagyunk, mi hívőpapok vagyunk egyénileg, mi Istennel járunk. A szellemi tekintély nem ugyanaz, mint a világi tekintély. Egyáltalán nem ugyanaz. Bejöhet ide egy nagy világi tekintély, ez nem jelent semmit. Aztán leülhet oda a sorok között, és hallgathatja Isten gondolatait. Okay, a szellemi tekintély és a világi tekintély az egészen más dolog. És Jakab levele is beszél erről, hogy van ez, hogy bejön hozzátok valaki, akinek jól megy a üzlet, és akkor adtok neki egy extra méretű zsámolyt, míg az, akinek nem megy jól a dolog, ő hátul a sarokban leülhet valahova. Milyen dolog ez? És tényleg így van, hogy nem válogatunk szemét, Isten nem személyválogató, oké, nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy, és nem tudom, miért beszélek erről ennyit, de lehet, hogy van oka. Tehát nagyon fontos, hogy a dolgok egyszerűen nem így működnek. Mi Isten előtt állunk, és nekünk van egy magasabb elhívásunk, mint sem, hogy a földi szinteken, a földi gondolkodásmódban legyünk benne, vagy ettől várjunk bármit is. Nem ettől várunk. Jó. 8. vers. Mikor pedig meghallotta Elizeus az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ugye Elizeus mondja ezt a dolgot, hogy okay, te mit ki vagy te egyáltalán, hogy itt szaggatod a ruháidat? Király, kit érdekel? Okay. Jöjjön el hozzám az ember, és akkor majd meglátjuk, hogy van egy proféta Izraelben. Jöjjön el, ne a te tekintélyedet, ami semmi tekintélyed nincsen, Isten nem néz téged semmibe, hiszen nem őt követed, hiszen elfordult a szíved tőle, hiszen báványokat imádsz, hanem jöjjön csak én hozzám, és akkor majd meglátjuk azt, hogy Isten kivel van, és hogy van proféta Izraelben. És 9. vers is, elméne Naamán lovaival és szekereivel, ugye megy az egész hadsereg, lovak, szekerek, minden ott van, viszik a fél kincstárat, mert ugye meg kell fizetni a jó gyógyításért a dolgokat. 10. vers, és küldde Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagulék Naamán, és elment, és így szólt, íme én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e
Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél. Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak. Ilyen módon megfordulván nagy haraggal elment. Oké, itt van az ember, aki beteg. És megy Naámánhoz, hozza a protokollt, meg a pénzt, meg mindent hoz, meg hozza az ő nagyságát. És ugye Elizeus mondta, üzent a királynak, hogy hozzám küldjed. De ő nem megy ki, nem találkozik vele. Ugye küld valakit. Hé, Jancsi, menj oda, légy szín, mondd meg neki, hogy menjen a Jordánba kicsit pancsolni. 7-szer. És áll az ember. Azt hittem kijön ide. Volt egy elképzelésem a dolgokról, ugye ez az egyik dolog, hogy volt egy elképzelés, hogy mi fog történni, az, hogy majd kijön, és segítségül hívja az Úr nevét, aztán megilleti a kezével, már ott volt az egész forgatókönyv, ugye már film készült belőle, így utólag a fejében, tudta azt, hogy mi fog történni, és nem úgy történik az egész. Oké, tehát itt a x-edik tanúság számunkra. Folyton vannak elképzeléseink azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan fog tenni dolgokat. Hehe, nem úgy fogja. Oké? Okay. Minél nagyobb az elképzelésed, annál valószínűbb, hogy nem úgy fog történni. Pillanat. Ugye igazából lehet, hogy Isten szereti ezt a dolgot, hogy ne ami ilyen világi, testi, vagy csak ilyen, nem is tudom, emberi elképzeléseink szerint történjenek meg a dolgok. Ugye, sosem úgy történik valahogy. Legtöbbször nem. De hogy ő annyira csalódott volt ebben a dologban, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő elképzelte, hogy annak ellenére, hogy itt van halálos beteg, ugye, egészen elképesztő betegsége van, és mégis ő fogja, megfordul, olyan mérges, hogy elfelejti az egész ügyet, hogy beteg. És tényleg megtörténhet ez, hogy Istentől kérünk valamit, hogy itt vagyunk, nagy szükségben vagyunk, és Isten nem úgy csinálja a dolgok, ahogy mi elképzeltük, és teljesen mérgesek leszünk. Ugye? És el is felejtkezünk arról, hogy itt valami nagyobb dolog volt, csak azért, mert mérgesek leszünk, mert Isten nem úgy tette a dolgot. Majd mindjárt olvassuk tovább, hogy itt a szolgáinak kellett végül utána menni, és egy kis agybeültetést végezni rajta, hogy felismerje ezt a dolgot, hogy hé, ember, figyeljed, nem emlékszel, hogy miért vagy itt? Oké, nem mindegy az, hogy hol pancsolsz egy kicsit? Oké, ez az egyik. Kettő. Isten csinálta ezt a dolgot, vagy Elizeus? Mármint az, hogy nem ment ki. Tehát ezt hogy megütközött Naámán. Tehát mi miatt? Ezt ember csinálta, vagy Isten csinálta? Mit gondoltak? Értitek, mit kérdezek? Tudom, korán reggel van, meg én se beszélek világosan, de megpróbáljuk még egyszer. Tehát ezt most Elizeus pöckölte meg a pöckölni valóját, amitől mérges lett, vagy Isten terve volt ez így? Szerintetek Isten? Ki szavaz Istenre? Ki szavaz Elizeusra? Oké? Okay. Jó. Szerintem mind a ketten benne voltak. Oké? Okay. Tehát ez viszont nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos, nagyon kritikus, amit most mondok nektek. Itt van Isten embere. Oké? Okay. És valamit mond. Lehet, hogy ez az ő ötlete volt az, hogy ő nem fog oda kimenni. De úgy gondolom, hogy nyilván Isten embere ezt mondta, de ő Istennel járt. És volt felismerés a dolgok felől, és amikor
És amikor ott van Isten embere, Istennel jár, felismerése van dolgok felől, akkor lehet, hogy egészen megdöbbentőt csinál, lehet, hogy olyat csinál, hogy a kinyílik a bicska a zsebedbe, nem tudom én micsoda, de benne van Isten a dologban. Oké? Okay. De Isten szelleme ott van ebben az egészben. És Isten nagyon sokszor megteszi ezt szellemi vezetőkön keresztül, hogy felidegesít. Oké. Okay. Felidegesít a hústestben. Nagyon sokszor megtörténik. Oké. Okay. És ilyenkor megállhatsz és azt mondod, hogy ó, ez a pásztor, meg az a vezető, itt hát mit gondol ez? Ilyet csinál velem. Mit gondol ez? És nagyon könnyen megtehettem azt, hogy ezt az egészet embernek tulajdonítom. Azt mondom, hogy hú, hát ez a lelki pásztor csinálta ezt az egész dolgot. És nem gondolkozom úgy, hogy ő együtt működött Istennel ebben az egész dologban. És aztán pedig azt mondom, teljesen emberivé teszem ezt az egész ügyet, és azt mondom, hogy oké, okay, itt egy ember szólt nekem, én nem hiszek neki, én nem fogom ennek alárendelni magamat, inkább megyek tovább a bajommal, vagy megvan a saját ötletem, annyi ilyen eset van, nem véletlenül beszélek erre. Megvan az én saját ötletem, és amit mondott nekem ez a lelkipásztor, mondjuk, az csak bántja az én elképzeléseimet, mert én nem így gondoltam, úgyhogy én megyek tovább úgy, ahogy eleve gondoltam, és nem érdekel az, hogy mit mond ez az ember. Okay. És nem veszem figyelembe azt, hogy ez az ember nem feltétlenül magától szólt. Okay. Nem feltétlenül magától szólt. És mi az, ami hiányzik belőlem? Alázat. Ugye? Alázat. Alázat hiányzik belőle. Most nagyon sokat beszélhetnénk az alázatról, mert nagyon-nagyon sokat beszél róla a Biblia. Az Új Szövetség. Ugye? Én nekem az egyik kedvenc témám, nem véletlenül, mert annyira kritikus ez Isten országában. És a másik dolog az, hogy a Biblia nagyon sokszor kijelenti azt, hogy Isten alázatos. Oké, okay, hogy Isten alázatos. Ugye egyik tipikus hely ez Máté 11-ben, 29. vers. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nyilván ott van Naamán, és hogyha felöltözte volna a szelídséget és a alázatot, akkor nyugalma lett volna a lelkének. De most nyugalma volt a lelkének? Nem, háborgott. Háborgott. Miért? Azért a saját terve miatt. A saját elképzelése miatt. És nagyon sokszor ez van. Figyeljetek, azért háborgunk dolgok miatt, mert nekünk van elképzelésünk. Nekünk van egy elképzelésünk, hogy hogyan kellene lenni a dolgoknak, hogy Istennek hogyan kellene gondolkodnia én felőlem, hogyan kellene cselekednie Istennek az én dolgaimban. Megvan az én kis elképzelésem erről az egészről. De azt mondja Isten, hogy figyelj, tanulj meg tőlem valamit. Az, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. Isten ilyen, és ugyan ebben van gyönyörűsége. Okay, nagyon fontos nekünk az, hogy milyen ez a szelid és alázatos szív, az ilyen elengedő. Oké, okay. Elengedő. Hogy nem az én akaratom. És milyen lett volna Naamán, hogyha szelid és alázatos szívű? Hát először is akkor nem lett volna elképzelése. Kezdjük itt. Hanem azt mondta volna, hogy majd meglátjuk, hogy Isten hogyan teszi. És én nem is formálok elképzelést erről az egész dologról, ez az egyik. Második, ha már van elképzelése, akkor csak azt mondja, hogy ó, oké, okay. Istennek más útja volt ebben. Oké, okay, szelíd és alázatos szívű. Annyira hihetetlen és csodálatos az, hogy Isten, aki teremtette ezt az egész világegyetemet,
elképesztő hatalma van, mindenre képes, ősszelid és alázatos szívű. Lehetne büszke, lehetne valami protokoll központú büszkeség, de nem, hanem azt mondja, hogy hogy a megtört szívűvel lakozik. Ugye? Lehet, hogy magasságban, de a megtört szívűvel is lakozik. És nem üzen valami protokollon keresztül a megtört szívűnek valami, nem tudom, táviratot küld, egy mondatos táviratot, vagy valami, nem, hanem ott lakik. Ezt mondja a Biblia, hogy ott lakik a szelid és alázatos szívűvel. Na, de térjünk ide vissza. Oké, tehát meg kell alázzam magamat. Meg kell alázzam magamat, amikor olyat hallok, ami nem az én tetszésemre van. Meg kell alázzam magamat, amikor azt... Mindig meg kell alázzam magamat. Jobb, ha előtte alázom meg magamat, ahogy az előbb mondtuk. De ha már utólag vagyok, akkor is meg kell tennem ezt a dolgot. És azt mondanám, hogy legyen a te akaratod szerint. Ugye jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Aha. Általában egyébként így imádkozunk, hogy legyen meg az én akaratom. Miként a földön, úgy a mennyben is. Oké, lehet, hogy azt mondjuk, hogy ha miként a mennyben, úgy a földön is legyen meg az akarat. Nem, inkább az enyém fordítva. Te gondolkodj úgy, ahogy én akarom. Hiszen én nagyobb vagyok és bölcsebb nálad, Isten. Mindent jobban tudok. Mert képes vagyok átgondolni. Mindent számításba veszek. És amúgy is nagyon jól ismerem, hogy mi van az emberek szívében. Ugye te ezt nem tudhatod, de nekem van felismerésem és tapasztalatom. Oké. Na jó, lépjünk tovább. Szóval itt a 13. vers, de hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta neked, avagy nem tetted volna én meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Ugye, tehát másoknak kell kijózanítani, és ez nagyon fontos dolog, hogy vannak testvéreink az Úrban. Vannak olyan emberek, akik kicsit megráznak, és azt mondják nekünk, hogy figyelj, térj már észhez, térj már észhez. És úgy látszik, hogy nekik észhez tért. Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste is megtisztult. Oké. Azért talán ez is fontos az, hogy amit mond, hogy lettek volna sokkal jobb helyek, ahova bemeríthette volna magát. Meg amúgy is miért hétszer? Meg ennek az egésznek mi értelme van? Koszos víz, hétszer merítés, amikor mehetnék valami jó kis török fürdőbe, vagy infraszaunába. Oké, vagy nem tudom én hova. De oké, Isten tudja, és itt megint arról van szó, hogy csak elmegyek-e azon az úton, amelyet Isten mond. Vagy nagyon sokat gondolkozok ezen, hogy miért így. Azután visszatért egész kíséretével az Isten embereihez, és bemenvén megáll előtte, és mondta, ímé most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól. Oké? Tehát meglátta, hogy van Isten. Meglátta, hogy van Isten. Lehet, hogyha kijön Elizeus, és hókusz-pókusz, stb. Ezek megtörténnek. Lehet, hogy nem mondja ezt utána. Lehet, hogy azt mondja, hogy hú, izéni, mekkora ember vagy. Lehet, hogy az ember lett volna felevelve, nem tudom. Oké, Istennek volt egy gondolata ebben a dologban, és Elizeus eljárt ennek a bölcsességében, hogy hogyan történjenek meg a dolgok. És lehet, hogy mérges volt Námán, de végül az, amit mondott az, hogy van Isten. Hogy van Isten az egész földön.
Oké, vagyis hogy Izrael Istene az, az igazi Isten. Nem azt mondta, hogy ú, igen, mégis úgy tudom, hogy te meg tudod gyógyítani az embert. Oké, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy végül ez lett a végkifejlete, Isten dicsőítetett meg ebben az egész dologban. Nem Elizeus, hanem Isten. És aztán ugye viszi az ajándékait, mert hogy hát mindenhol fizetni kell ebben a világban a dolgokért, ugye viszi az ajándékait. 16. Ő pedig mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegyed, de ő nem akará. Oké, tehát nagyon fontos, hogy nem csinálunk pénzt. Nem csinálunk pénzt Isten dolgaiból. Oké, nem csinálunk pénzt Isten dolgaiból. 2 Tesszalonika 3-ban Pál beszél erről. Pénteken nagyon jó volt, itt néhány emberkével csináltunk egy biblia tanulmányt, és én ezt olvasgattam ott, hogy azt mondja, hogy igazából jogom lenne, mert hogy jogom lenne az, hogy elfogadjak bizonyos dolgokat, de azt mondta, hogy nem akartam a terheitekre lenni. Ezt mondta a Tesszalonika gyülekezeteknek, hogy nem akartam a terheitekre lenni, ezért éjjel-nappal munkálkodtam. Ezért éjjel-nappal munkálkodtam, hogy ne legyek a terheitekre. Habár, ezt mondja, hogy meg lett volna rá a jogom. Meg lett volna rá a jogom, hogy eltartsatok, ugye, de inkább éjjel-nappal munkálkodtam. És ez egy nagyon fontos dolog. És aztán az egész fejezetben arról beszél, hogy az emberek, hogy azzal, hogy ezt csinálták, ők példát adtak arra, hogy az emberek ne éljenek rendetlenül. És mit értett ez alatt, hogy rendetlenül? Az, hogy csak úgy el vagyunk egész nap, nem csinálunk semmit. Ugye nem dolgozunk, lehet, hogy másokon kicsit élősködünk, stb. Ugye az embernek nagyon könnyen lehetnek ilyen gondolatai, hogy ez egy jófajta élet, de ez nem Isten gondolata senki számára. Ugye azt kétszer mondja, hogy kerüljétek, abba fejezetben kétszer mondja azt, hogy az ilyen embert kerüljétek el. Okay, aki csak így rendetlenül éli az életét, és azt mondja, hogy példát adtam nektek, éjjel-nappal dolgoztam, és aztán pedig hirdettem nektek az igét. Ugye, és azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, nem az, aki nem talál munkát, vagy valami, nem, aki nem akar, azt mondja, hogy ne is egyék. És mindenkinek ezt mondja, hogy menjél és dolgozzál, és lásd el magadat. Ugye ez Isten gondolata, nem az a gondolat, hogy ingyen élők legyünk. Oké, nagyon-nagyon fontos ez a dolog. Szóval, 17. vers, és mondta Naamán, ha nem, adj kérlek a te szolgádnak-e földből, annyit, amennyit elbír két összfér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egész áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában, azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És mondanék ki Elizeus, eredj el békességgel, és mikor elment ő tőle, úgy egy... Oké, ez már egy újabb gondolat, itt nem megyünk tovább. Menj el békességgel. Oké, eredj el békességgel. Hú, egészen érdekes dolog, ami itt van. Ugye azt mondja, hogy én többet nem szolgálok másnak, csak az Úrnak. Csak az Úrnak szolgálok. De van egy tisztségem, ugye én vagyok itt gyakorlatilag a második az országban a királlyal, és ő pedig úgy megy be az ő bálvány templomába, meghajolni a bálvány előtt, hogy én fogom a kezét. Oké, tehát ha ő meghajol, akkor vagy ez történik, oké, vagy nekem is le kell hajolnom. Ugye, mi az, amit mondanánk egy ilyen szituációban? Ember, meg ne hajolj egy bálvány előtt. Tudod, mit csinálsz? Igen, Isten a szívet vizsgálja. És szerintem ez egy egészen elképesztő gondolat, ami itt van. Mert hogy nagyon könnyen azt mondanánk, hogy,
hogy tudod, be se menj a templomba, be se menj egy bálvány templomba, hát mi közöd van ehhez az egész dologhoz? Ugye, de azt mondja itt neki Illés, hogy oké. Okay. Bemegy a bálvány templomba, meghajol a bálvány előtt, de a szívébe meghajol? Nem hajol meg. És azt mondja Illés, hogy oké, okay, rendben van. És ezért nagyon vigyáznunk kell az, hogy amikor tudod, ne ítélje, inkább így mondom, csak simán ne ítélje, nem tudhatod, hogy mi van és hogy történik. Olyan könnyű lenne Naamant utána elítélni, hogy hú, tényleg azt gondolt, hogy az Úr az Isten, tényleg azt gondolod, akkor miért mész be abba a templomba? Ha? Még meg is hajolsz, láttam, van fénykép, videó felvétel, biztonsági kamera, minden, vette az egészet, meghajoltál a bálvány előtt. Azt mondja, hogy meg kell ezt tennem, oké, de a szívemben nem ez történik, és azt mondja neki, hogy rendben van. Oké, úgyhogy ne ítélje, és van, hogy Isten olyan dolgot mond nekünk, amely üti a vallásos képünket, oké, mert ez nyilván mindannyiunknak zavarja a vallásos képét, hogy Naamán ott meghajol, de hogy Istennek lehetnek olyan dolgok teljesen rendben, amelyek számunkra nem azok. Tehát én most itt nem arra bátorítalak, hogy mától kezdve járj be az összes templomba hajolgatni jobbra-balra, vagy nem tudom, vagy hogy mától nyugodtan járják kocsmába. Nem erről beszélek. Oké? Okay? Hanem arról, hogy mi szellemi emberek vagyunk, mi Isten gondolataival járunk, mi Isten szíve szerint járunk, oké? Okay? És nem a vallásos korlátokkal. Oké. Okay. Könnyen lehet, hogy teszünk olyan dolgokat, amely kiüti a biztosítékot a vallásos dolgainkban. Nagyon könnyen lehet. De, és nyilván ilyenkor vigyázunk, hogyha ha Ernő bemegy evangélizálni egy kocsmába mondjuk, és én látom, hogy bemegy oda, akkor lehet, hogy elővigyázatos vagyok, és lehet, hogy beszélek vele, hogy fia, Ernő, te tényleg kocsmába jársz. És aztán lehet, hogy kiderül, hogy dehogy is, izéni, megtért az egész kocsma, most visszamész, már templom, ki van írva, hogy gyülekezet a kocsmára, stb. De nyilván van egy ilyen jellegű, vigyázunk egymásra, odafigyelünk, stb. Oké, okay, hogy biztos, hogy jól vagy, rendben vannak a dolgok. De tudnunk kell túllátni ezeken a teljesen testi dolgokon. Ezek igazából teljesen testi dolgok. Okay? És nem szabályokban járunk, és nem vallásos meggyőződésekben, hanem igazságban és Isten szellemének a gondolataiban, amelyek sokkal nagyobbak, mint ezek a dolgok, hogy valaki bemegy egy bálványtemplomba. Sokkal nagyobbak. És persze Pál mondja azt, hogy igen, ne edd meg a bálványáldozati húst, mert lesznek emberek, akik meg fognak botránkozni, hogy te bálványoknak teszel tisztességet, ha húsika, nyami, kész, nem érdekel, hogy ez oda lett áldozva valami bálványnak, vagy nem tudom én micsoda. És azt mondja, hogy a szeretet miatt ne tedd meg. Ugye a szeretet miatt ne tedd meg azt, hogy olyat teszel, ami másnak a lelkiismeretét bántja. Oké? Okay? De nyilván túl kell látnunk ezen is, és miről beszélek? Azt, hogy az életünket magasabb szinten kell éljük, mint ezek a dolgok. Mint a vallásos dolgok. Magasabb szinten éljük az életünket. Isten gondolataiban, Isten vezetésében, Isten életében, oké, okay, Isten dolgaival éljük. Isten szívével éljük. És az, hogy mi van mélyen a szívemben, ez a lényeg. Az egészben. És aztán itt Géházi végül próbál egy kis üzleti hasznot húzni ebből az egész ügyből, anélkül, hogy Elizeus tudná. Géházi ugye Elizeus szolgája, aki titokban utána megy a Naamannak, hogy jaj, figyelj már, mégiscsak
És mondta a főnök, hogy hú, most jött valaki, tudná besegíteni itt a vendéglátásba. Ez jó lenne nagyon. És van ez a mégiscsak egy kicsi. Tudod, hogy... mit tudom én. Mondjunk valamit. Mondjuk... Oké. Teljesen valóságtól elrugaszkodott. Tegyük fel, azt mondom, hogy Istenem, most oké, ne csinálj ilyet. Veszek egy lottószelvényt, és hogyha nyerek, akkor az egészet a missziókra adom, mondjuk. Oké. És aztán nyerek. Ugye, és hát tudod, miért lottóztam, mert a szívemem volt, hogy az egészet a missziókra adom, stb. És akkor nyerek, és azt mondom, hogy hát jó van, de hát most csak egy kicsit elrakok ide a zsebikénbe, nem? Hát most miért ne? Ugye talán egy csomó pénz, de hát azért mégiscsak én nyertem, nem? Akármi. És jó, mondom, ez egy totál elrugaszkodott dolog, de így egy ilyen típust próbálunk a gondolkodásból levonni, oké? Az az, hogy azért kicsit magamnak elrakok valamit. Egy kicsit magamnak elrakok valamit. És ugyanez az életemben is, az életemmel, hogy mindig azért egy kicsit elrakok magamnak. Ó, persze keresztény vagyok, hitben élek, Istennel járok, de leszámítva a szombatot mondjuk, mert akkor egy állat vagyok szombaton, mert valamikor csak ki kéne éljem magamat. Nem? Oké, és akkor, de mind, amúgy teljesen oké minden, csak egy kicsit így elrakok magamnak ebben a dologban. És hát tudjátok, kinek a legrosszabb ez az egész dolog? Nekem. Ezek, amikor nem teljes egészében vannak a dolgok, ez mindig nekem a legrosszabb. Oké, nem Istennek a rossz ez a dolog, tudod. Nem tudom, hogy ilyenkor mit gondol Isten, biztos nézni, jó van öreg, jól el vagy. De igazából az egésznek van hihetetlen nagy állása. Mindig az egésznek van. Amikor el tudom engedni teljes egészében a dolgokat, amikor oda tudom adni teljes egészében a dolgokat, de amikor mindig van az, hogy megőrzök egy kicsit belőle, akkor az olyan, mintha az egészet megőrizném igazából, az én szívemben olyan. Oké, az én szívemben olyan. De amikor így engedem, hogy menjen, ugye, hogy menjen a dolog, az igazán nagy áldás számomra. És Isten nagyon különlegesen meg tudja áldani ezeket a dolgokat. Oké. Akkor szerintem itt befejezem. Jó, nem tudom, ilyenkor mi szokott jönni. A villamos. Oké, imádkozzunk akkor. Oké, drága Jézus, köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük azt, hogy tanítasz minket annyi fontos dologra az életünkben. És köszönjük azt, hogy leírtad a Bibliát, az Ószövetséget annyi-annyi történettel, valóságos történelmi eseményekkel, amiben láthatjuk a te munkádat, a te gondolataidat, Uram, köszönjük neked. És kérlek téged, hogy áld meg ezeket a napokat az életünkben, Uram, és hogy ne a saját elképzeléseinkben járjunk, hanem alázatos szívvel és keresvén azt, amit te mondasz, és te gondolsz, és ahogyan te cselekszel, és hogy ne legyen nehéz elengednünk dolgokat teljes egészében, és teljes egészében beléd kapaszkodni. Uram, köszönjük neked. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük neked ezt a szolgálatot. Köszönjük Jézus, a drága szent nevedben. Amen.